Biztonsági őr ellenőrzi a belépést a pécsi vásárcsarnoknál. Az épületben ugyanis május 11-től ismét engedélyezett az árusítás. A termelők árusok részéről, bár vegyes a tapasztalat, örülnek az újranyitásnak. Örülünk neki, hogy kinyitották a vásárcsarnokot. Úgy látjuk, hogy igazából minden változatlan. Én örülök neki, hogy újra nyitva van, mert más megélhetési forrásom nem lenne. De hát most, hogy kinyitottunk, eddig még a mai nap annyira gyenge. A vásárcsarnokon belül szigorú szabályok mentén lehet árusítani és vásárolni. Többek között kötelező a szájmaszk használata, az árusoknak pedig a kesztyű viselése is. Emellett a másfél méteres védőtávolság betartása is érvényben van. A rendelkezések betartására a piacfelügyelők is felhívják a figyelmet. A vásárlók már várták a csarnok nyitását. Én jobban szeretek, hát mondjuk azt nem szeretem, hogy ez nagyon piszkos ez a vásárcsarnok, de azért az árukat itt jobban szeretem, mint a múltiknál. Hát nagy választék van, és meglepetésemre nagyon friss minden, szóval kellemes csalódás. A csarnok egyébként a veszélyhelyzet előtti rendes nyitvatartással működik, azaz reggel 5 és délután 5 óra között érkezhetnek a vásárlók. Annyi a változás a járványt megelőző időszakhoz képest, hogy egyszerre maximum 100 fő tartózkodhat bent, ezt folyamatosan figyelni fogják a piacfelügyelők. Egy helyen lehet bemenni a Balcsy-Zsilinszky utca felől, és egy helyen lehet kimenni a buszpályaudvar felé. Emellett az a szabályozás is érvényes, miszerint a 65 év felettiek csak reggel 9 és 11 óra között tartózkodhatnak a csarnokban. A piac külső asztalainál továbbra is engedélyezett az árusítás az egészségügyi szabályok betartása mellett.